kicsit hosszabb szünet után most megint találkozunk. Hát szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat, illetve beszélgető partnereket, mert itt most valódi beszélgetésről van szó. Hát megkaptam megint a kiadótól azokat a kérdéseket, amik leginkább kínálkoznak válaszra. Egy párat összegyűjtögettem közülük, amik leginkább közérdekűnek látszanak. Hát nyilvánvaló, hogy a megelőző alkalomban, hát főszerepet játszó Molnár V. Józseffel kapcsolatban, az ő munkásságával kapcsolatban jöttek megjegyzések, hiszen őre emlékeztünk két egymást követő alkalommal, és hát örültem neki, hogy többen reagáltak rá, nem csak megnézték, hanem reagáltak is rá, és ilyen módon, hát van, amit csak tartalma szerint ismertetnék, persze csak röviden, mert hát lesz majd aztán egy másik témánk is még a mai alkalommal. Tehát adva van egy Tamás Tálos, hát ezeket ugye fordítva kell mondani, tehát Tálos Tamás, és azt mondja, hogy tisztelt tanár úr, köszönöm szépen a megemlékezést, tartalmas volt, Molnár V. József Világvirág című könyvét pedig 2021. évben feleségem hathatós közreműködése mellett Molnár Zoltán, Sárosi Zoltán segítségével ismét kaphatóvá tette. Azt mondja, hogy így nekünk is sikerült megvásárolni. Tehát ez az örömhír, amit gondoltam, hogy akkor most eredeti fogalmazásában átközlök a tisztelt hallgatósággal, néző kedves barátainkkal, mert én is most ennek a hatására tudtam újra megvenni, ugyanis nekem megvolt ez természetesen, de hát valaki kölcsön kérte, és hát én még nem is haragudtam rá, mert ezek szerint jó kénybe került. Csak hát nem tudtam közben megvenni, most viszont már megint kapható volt. Remélem, hogy akit érdekel, és remélem, hogy sokakat érdekel, az még hozzá tud jutni. A következőben szintén Molnár V. Józsefre emlékeztünk, és erre reagál a hozzászóló, őt Zombori Áronnak hívják. Ő nagyon érdekesen fogalmaz. Tehát magára erre az úgynevezett keresztszemes rendszerre, emlékszünk talán még, ez lett a népszerű neve ennek a Molnár V. József féle felismert rendszernek és megalkotott rendszernek. Azt mondja, ez annyira szenzációs. Ez tényleg ennyire szenzációs. Azt mondja, ez az ősképes felfedezés, tehát ő ősképesnek nevezés, nagyon találó, azt hiszem, hogy érdemes volt szóba hozni ezt az elmúlt alkalommal, ha valakiket ilyen megjegyzésekre indított. Azt mondja, ha valaki bennem tovább él című Molnár V. József életműfilmben, tényleg volt egy ilyen film, de hát ez már sok évvel ezelőtt mutatták be, azt mondja, csak említés szintjén szerepel ez a keresztszemes rendszer, tudnélik. Pedig amikor 10 éve megnéztem, tehát bizony akkor már 10 éve vetítették ezt a filmet, már akkor is felkaptam a fejem, hogy ez azért két mondatnál többet érdemelt volna a 3 óra körüli filmből. Na hát én is erre kaptam fel a fejem, hogy a megemlékezésekből most, amikből hát szépen sorakoztak egymás után, hát bizony ugyanilyen arányban maradt ki. 10 év után sikerül összerakni jobban a kirakós játék elemeit, pedig mennyivel jobb lenne, akár párbeszédes formában már, mint Molnár V. József bátyánkkal, mindketten elmondhatnák az életmű ezen részéről, amit fontosnak tartanak. Hát Jóska bátyánk elmondhatta annak idején. Tehát abban nem érzek hiányt. Ő nem is akart tovább menni annál, de hát ez azt hiszem a múltkor eléggé világosan elhangzott itt. Tehát biztatták őt, többek között Géczi Gábor barátunk, akiről szintén esett szó a megemlékezések kezdetén, és ennek is nagyon örültem, hogy erre is reagált valaki. És ez pedig így szól, én hálásan köszönöm mindannyiótok megemlítését, a mindannyiótok itt tulajdonképpen arra a névsorra vonatkozik, akiket az elején, mint elhunytakat
kvázi búcsúztattam. Ez egy elég szép népes társaság volt, valamennyien kiváló emberek. Kiválók mindegyik a maga szakterületén, és hát egy közös, mondjuk magyarság kép kialakításában is, részben közös munkával, részben egymástól függetlenül, de egy irányba hatóan. És azt mondja, hogy tehát köszönöm a megemlítését, és kérném azt, hogy ezeket a neveket tartsuk mindig tiszteletben, és ha lehet, soha se felejtsük el. Nagyon köszönöm ezeket a mondatokat. Ha jól olvasom, ez egy König Andri. Adri. Most ez vagy Adrián, vagy Adrien. Tartok tőle, hogy inkább Adrián lesz. Valahogy ez fogalmazás inkább egy érző női lélekre val. Természetesen a jó példákat folytatni kell. Ezzel is 100%-ban egyetértek. És nagyon köszönöm. Ő is. Köszönöm szépen a korrekt, szép megemlékezést. Hát én meg a korrekt és szép hozzászólást. Ezzel én a legfontosabb megjegyzéseket azt hiszem, hogy kiismerítettem. Vannak egyébként hozzászólások közt egymással vitatkozók is. Ez mindig előfordul. Tehát csodálkoztam volna, hogyha nem próbáltak volna, hogy mondjam, úgy beállítani már akár engem, akár amiket ott mondtam, minthogyha egyfajta ilyen rivalizálás lenne a Molnár V. József életművével. Ezzel egyfolytában szórakoztak, mióta ismerjük egymást Molnár Jóskával, és sem, ezt mind a ketten tudomásul vettük, vannak ilyen emberek. Hát itt is megszólaltak. Nem hiszem, hogy Jóska megtapsolta volna őket, de hát vannak. Na. Viszont van egy olyan, amelyik már nem ehhez a témakörhöz tartozik, viszont most érkezett, pontosabban hát az elmúlt időszak óta eltelt, vagy elmúlt megemlékezés óta eltelt időszakban, és az pedig egy nagyon rövid mondat, azt mondja, hogy kedves Gábor, mondja ezt Sánta Szilárd, melyik az a 12 magyar népmese, amiből szíve szerint filmet készítene? Na ez már valóban olyan, ami közös, hát munkára sarkalhat bennünket. Én ezeket most el is teszem, ezeket a megszólalásokat, és hát készültem, tanár úr. Úgyhogy ez valóban egy kihívásnak nevezhető, nagyon kedves felszólítás. És nagyon érdekes a kérdés, mert több rétegét érinti annak, amit mi itt most a következőkben meg tudunk beszélni. Tehát igazán nem ígérkezik unalmasnak. Ugyanis az a helyzet, hogy az első ráindulás, az mondjuk részemről úgy adódhatott volna, nem egészen így adódott, de adódhatott volna, hogy hát hiszen 12 mesét mi már földolgoztunk egyszer. Azt is megmutatom, hogy ez hol található, tehát mai napig utána lehet nézni. Ez az Emberséget járunk tanulni című kötetben, mind a 12 benne van, és ezt is egy hasonló, nagyon kedves felszólításra dolgoztam ki sok-sok évvel ezelőtt. Már nem is, hát ez maga a könyv 2009-ben jelent meg, de ez akkor már régen megfogalmazott, sőt már azt hiszem, hogy ez nyomtatásban is megjelent korábban is, de itt mindesetre teljes terjedelemben benne van. Sőt, egy azóta újonnan megjelent könyvben is, mégpedig abban, amit már ez a kiadó, ez aki most ilyen kedvesen felajánlotta, hogy itt beszélgethetünk, tehát a 6. elem kiadó adott ki, ez a 3 magyar szent beszéd. Ennek a függelék részében is ezt a 12 mese elemzést, ezt még bevettük közös elhatározással, mert ezt egy, azt hiszem, hogy általános iskolai tanítónő, ha tanárnő, akkor ne vegye ezt most kisebbítésnek. Az ő kérésére állítottam össze, mondom, nagyon régen. És ez tulajdonképpen a 12 válogatott népmesénket, ezek kérésre, ezek már ilyen rövidebb mesék voltak, azért, hogy azonnal tanítani lehessen őket. Tehát ezek viszonylag egyszerű, röviden elmesélhető vagy elolvasható mesék. Ezek pedig olyan alapon válogatottak össze, hogy nem filmet készítünk róluk, hanem egyszerűen érezzük a megfeleléseket, a mese tartalma, és egy-egy évköri egység, tehát csillagászati hónap nevezzük a mai nevén, ennek a
természeti esemény világa között. Tehát érezzük ezt az összefüggést, mert hiszen egy nagyon régi, tehát évezredekben számolható múltú ilyen jelölési rendszert, az úgynevezett zodiákust, annak is mindkét féle szereposztását alkalmazzák népmesénk. Az egyik az az úgynevezett mediterrán vagy nyugati, ennek az ismertebb a jelenkorban és itt nálunk a kiosztása, tehát ez, amit Kosmika, Ikrek, Rák, Oroszlán, Aratószűz, Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, Vizöntő, Harka, tehát ez a rendszer, ezt nevezzük nyugati vagy mediterrán zodiákusnak. Igen ám, de a magyar népmese, amikor alakokat ír le, tehát nem összefüggéseket, nem cselekményeket, vagy nem, hogy mondjam, folyamatszerű megjelenéseit az életnek, akkor ő nem ezt használja, hanem, hát én mondjuk, hogyha egy feltámadásról van szó, az természetesen az a kosnak a megfelelő hát, diagramja, tehát ilyen jele, ez a bizonyos szökőkút-szerűen szétáradó nagy energia kiáradás, vagy pedig hát annak a megjelenítő a hétköznapi létben, a legközelebbi hozzánk, hát hogy mondjam, szervesen hozzátartozó állatvilágból, ez pedig ugye a kos, aki ha egyszer nemíg erjedelem rájön, hát az megy neki a falnak is, veri át, vagy ő a falat, vagy a fal az ő fejét. Tehát minden esetre rá lehet ismerni ezekre a sajátosra, és hát ez a tavasszal ez történik, amikor az élő világ előbújik hatalmas erővel egy ilyen alapvetően még hát visszatartó, visszafogó, még nemrég fagyott talajból. Na most igen ám, de a keleti állatövben ennek állata, valóban állatalakja van mindegyiknek. Tehát nem úgy, hogy nálunk például a szűz az nyilvánvalóan nem állatban jelenik meg, hanem nő alakban. Az ikrek azok két fiatal emberben, lehet fiú, lány, lehet mind a kettő fiú, mind a kettőt lánynak nem szokták, de elvileg elképzelhető lenne. Én vagy például mérleg, az mérlegként, tehát nem állatként. Na minden esetre a keleti állatról az szigorú, állatok jelennek meg. És ezek a népmesékben azonnal fölismerhető. Tehát egy ilyen csoportosításban bizony megvan ez a 12, hát hogy mondjam, állat, nem mindegyik állatmese, bocsánat. Tehát van, amelyikben szerepelnek ugyan állatok, de azért az ember is megjelenik megfelelő szerepben. Na most ezt én nem sorolom föl, hogy melyikek voltak, lehet, hogy ráveszem magam, fejből is tudnám mondani, de biztonság okáért azért nem árt, ha az ember veszi a fáradtságot. Mert van olyan, amelyik tulajdonképpen nem a címszereplőnek a nevét tartalmaz, a például ilyen mindjárt a kos. Nem is biztos, hogy ebből kellett a másikba. Tehát minden esetre ilyen például mindjárt a kos. Tehát itt mi a kosnak is a születését követhetjük a mesében. Na most a kosnak a megfelelő keleten a kutya. És ha ábrázolásban jelenik meg, akkor még elég gyakran egy közös órázon tartott kettő kutyával jelölik. Tehát látszik, hogy a két kutya mindjárt szaladna széllyel, és ezzel leírja tulajdonképpen a kosnak a jelét. Közben belealpoztam ebbe a három magyar szentbeszédbe, és azt mondja, függelék, 12 hónap, 12 magyar népmese. És mindez, már csak egy szemüvekkel. Ez azért jó, mert azért valószínűleg nem mindenki ismeri azért ezeket, ne legyünk már ennyire nagyképek, hogy azt higgyük, hogy mindenki ezeket olvassa, és le se teszi. De minden esetre, már mondom, a kos hónapja az rögtön itt jön. Habár ez nem azzal kezdődik, tehát az az igazság, hogy meséket, ha ilyen alapon elemzünk, akkor nem célszerű azzal kezdeni a kossal. Éppen azért, mert nem kutya a főszereplő, az csak a végén bukik elő, és méghozzá elég drámai körülmények között, hanem egyszerűbb, hogyha ott kezdjük, ahol az iskolai év is kezdődik. Miért? Mert hát iskolások számára írtam meg ezt annak idején. Tehát ott már mindjárt lehetett tanítani. Most pedig rögtön mondom, természetesen csak ott nem akar előjönni, ahol az ember keresi.
Tehát minden esetre akkor mondom fejből, ez még mindig a legegyszerűbb. Tehát ki lehet találni keleten a szűznek a megfelelő, hogy a szűznek a második 10 napjában kezdjük el a tanítási évet. Tehát ez van szeptember 1-től, vagy annak a közvetlen közeléből, hát ez a szűznek a második úgynevezett dekanátusa. Tehát akkor megkeresi az ember, hogy szűznek, mert ez akkor a szűz hova lesz. Ennek mi keleten a megfelelője? Hát természetesen a macska. Na most ennek van egy macska nevű, és van egy nyúl nevű képviselője. A macska az inkább a külvilág felé való arcát mutatja. Tehát egy azon túli minőség felé mutató. Az egyébként általában egy boszorkány szokott lenni, ugye annak a kísérő állata a fekete macska. Na most ennek viszont a magyar mesekincsben nagyon jól azonosítható képviselője van, ez a kacor király. És ezzel indul ez a 12-es, ha ebben a feldolgozásban akarom filmé alakítani őket. A következő az a mérleg lenne. Na most itt az ideillő rövid mese, az a, melyik is volt az, azt mondja, hogy a három kívánság. De most nem fogom részletezni őket, mert akkor ebbe fogunk belefulladni, és nem jutunk el a filmesítésig. És még sok minden érdekesig, ami ide tartozik. Tehát ez minden esetre nagyon fontos, hogy ez egy levegős jegy lévén azt jelenti, hogy átáramlik a szomszédaiba. Tehát a mérleg, ami azt jelenti, hogy itt egy kiegyenlítődés kérdéséről van szó, friss házasok veszekednek, ezzel indul. Tehát vár a helyzet egy kiegyenlítésre, de tudni való, hogy a mérleg, mint tulajdonságrendszer, nem azt jelenti, hogy állandóan kiegyenlített, hanem állandó törekvés van a kiegyenlítődésre. Ami azt jelenti, hogy ennek bizony elég komoly nagy kilengései lehetnek. Sőt, ez az általános, ami jellemző rá. És ebben a bizonyos hullámverésben, ebben kell végül is a mérleg tulajdonságú egyénnek a harmóniát biztosítani, ami nem könnyű dolog. Mert a kilengések viszont mindkét irányba állandó. Tehát ennek egy megőrző, viszonylag önmagával azonosnak megtartó tendencia képezi a fővonulatát. Tehát ennek megfelelő, ahogy a rávonatkozó mese is, és ezért nem olyan nagyon nehéz ezeket fölismerni. Na jó, de mivel kezdődik? Azzal, hogy hát a szegények. Persze, hogy szegények állandóan veszekednek. Na most, a szűz, amelyik előtte van, tehát ami után következik a kicsi évben, tehát a szűz hava, az az, amiben például a nagy boldogasszony ünnepe benne tartozik, pontosabban az még az oroszlán havába tartozik, de az után következik a szűz hava, és ez belelóg még a szeptemberben egész 20-23-áig, és utána jön csak a mérleg hava. És ez azt jelenti, hogy még vissza áramlik egy bizonyos része a szűz havába. Hogyan? Úgy, hogy ott van egy ilyen kiegyenlítésre folyamatosan alkalmas, egy ilyen közlekedési eszköz, tehát egy folyamatos közlekedésre alkalmas. Micsoda? Hát ha ez billeg, akkor ez nyilvánvalóan a hintó lesz. A hinton pedig kiül, hát az ül, aki a szűz tulajdonságnak a legparádésabb, legmutatósabb képviselő, a tündér. Lehet angyal is, de itt ebben a mesében tündér. Igen ám, de a tündér egy sokkal súlyosabb minőség, mint amennyit bírna egyébként ez a kiegyenlítő tendencia. Miért? Azért, mert ez egy bizony nagyon hatalmas csillagképnek is, meg mögötte egy nagyon-nagyon fontos, és hát meg nagyon nagy erőt képviselő. Mező van. Ez a bizonyos extra galaktis típus, tehát külső galaxisokból álló hatalmas halmaz. Na most ez mit jelent? Az, hogy ráül a hintóra a szűz, és a hintó nem tud megmozdulni. Hát ez az, hogyha a szűz elkezd valahol uralkodó tendenciára kerülni, vagy uralkodó hatalmat elérni, hát akkor ott harmóniára nem nagyon számítsunk. Tehát az azt jelenti, hogy azt ki kell segíteni onnan. És akkor erre vállalkozik a férfi főszereplő, és ezért kap három kívánságot jutalmul. Nem ő, mert a tündér, a maga szűz
mentalitásával, tehát gondolkodás módjával, ő csak női minőséget tud bármivel jutalmazni. Akinek még e pillanatban szintén a szűz tulajdonsága kell, hogy érvényesüljön. Na most ez nem túl szerencsés dolog, ha valaki friss házas létére még mindig szűz. Nem tudom, érthető. Tehát körülbelül kitalálhatjuk, hogy itt mi lehetett a otthoni perpatvar alapja, amit ez a szerencsétlen idétlen férfiú nem fogott. Nem, egyszerűen nem tűnt föl neki, hogy te idefélye. Hát azért ilyen házsártos a feleséged, mert valamit nem adtál meg neki, amit hát ő joggal elvárhatna. Megmaradt szűznek. Hát az most okoskodik. Hát persze, hogy okoskodik. Hát a szűznek az a feladata. Tehát, hogy érezhető legyen, annyiféle szálon vezet bennünket végig a tényleges sorson, tehát a való világnak a tényleges működésén a mesekincsünk, hogy ezt az ember alig bírja magát leállítani, mert még lehetne veszőkig lebontva elemezni úgy, hogy állandóan rá is menjünk, de hiszen tényleg erről van szó. Tehát itt emberségünkben gazdagodunk, ha ezekkel megismerkedünk. Nem arról van szó, hogy jót szórakoztam, mit tudom én, este hátnál, fél héttől, három-négy hétig. Na most, tehát nem is folytatom most már ennek a részletezettségét, csak azt, hogy utána következik a Skorpió az évkörben, de, és hát annak meg keleten a kígyó megfelelője. Miről lesz szó itt? Meg na, valamilyen formában a kígyó fog megjelenni. És akkor találkozunk, hát többek között a Kígyó király meséjével is, de hát lehet erre sokkal egyszerűbb mesét is találni. Na minden esetre mehetünk tovább, a következőnek a ló, a megfelelője keleten, ez a nyilas. Hát a szürke ló. Teljesen, gyönyörűen adja ezeket a tulajdonságokat. Akkor utána következik a kecske hava, tehát ez a baknak a hava. Ez kezdődik karácsony után közvetlenül. Pontosan a karácsony előtt most, három nappal. Tehát minden esetre a téli napfordulót közvetlenül, azzal magával a téli napfordulóval legyünk pontosak. Na és enneknek hát a kecske, félényúzott bakkecske. Tehát az hosszan lehet, őről meg lehet, hogy fogok majd mondani két-három mondatot. Talán a szürke lóról is. De akkor már is menjünk tovább. A következőben a vízöntő következne, annak majom. A keleti állatőre megfelelő. Ez nálunk egy olyan ifjúban szokott megjelenni népmesékben elég gyakran, aki testi mi voltában jól, úgy szoktuk mondani, jól kondicionált főemlős. Na most gyakorlatilag ezt gyártják ma sorozatban, nevelőintézményekben, most bárhonnan az iskolától kezdhetjük, tudom én milyen továbbképzőt jelentek, ez jól képzett főemlős. Ma már nem is a főemlős gyártják, hanem a biorobotot. Az a lényeg, hogy nem veszi észre, hogy ő már nem emberi szinten művelődik. Tehát nem így igyekeznek őt művelni. Mert ő aztán ebből ki tud ugrani, de ahol már tényleg nagy erő kell, és nagy elhivatottság, sőt nagy alázat is. Na, de minden esetre megvan a lehetősége. Tehát ez a bizonyos mese, ez az igaz mondó Góbé még igazabb komédia. Ez egy szenzációs mese. Ezt egyszer talán már itt is említettem, de lehet, hogy nem. Én igyekszem minél többször szóba hozni. Ez is rendkívül fontos. Annyira szájunkba rágja, hogy a vízöntő az egy rendkívüli helyzet. Ebben a 12 meséből kiírható, 12 állatövi egyből kirajzolódó életegységben, amit mi állatövnek nevezünk, illetve neki megfelelő évkörnek. Na most utána következik a halak, annak kereten kakas, ugye kiskakas, gyémánt félkarcája. Lehet, hogy erről is kell majd két mondatot mondani. Tudnélik, ezekben annyira benne vagyunk, hogy nem lehet, hogy ezek valahogy fölismerhetővé ne váljanak. De tessék fölismerni ezekben. Azt, ami kifejezetten nekünk, ennek a századnak, ennek az évtizednek, ennek az évnek és nekem szól. Eddig el lehet és el is kellene jutni, mert ezek nekünk szólnak. Nem a irodalomtörténésznek, vagy a nem tudom én, mesekutatónak. Kutató. Zsebemben kutat. Na, minden esetre utána következik ugye a halak után a kos. Hát ez az a bizonyos két kutya, aki végül is egy rókával indul. Tehát egy róka, szálláskérés kereső róka. És csak utána mindenkit becsapott, végül is aki először jön rá, hogy a róka őt becsapta, az nem
olyan állatfajtát tesz bele a zsákjába, amilyet vár, sőt követel a róka. Tehát nem olyat, amit el tudna pusztítani, el meg tudna enni, mert ebből él, hogy mindenkit átver. És az mindig valamilyen, hát nagyobb hát ételtartalmú hát állatot tesz benne a zsákjában, mint amiről ő azt állítja, hogy itt ellopták, meg azt se lopták el, csak az előző éjjel ő maga megette. Tehát ez a bizonyos átverés. Hát ezzel azért mi naponta találkozunk, gondolom, ezt nem nehéz megtalálni a mai életben. De minden esetre van egy pillanat, amikor a gazda azért szóval egyszerűen látja, hogy hát ebben a zsákban nem lehetett, akkor éppen malacnak kéne lenni, ezt hazudja róla a róka. És akkor azt mondja, hogy na jó, most te itten átversz engem, rendben van, de most én következem. És akkor megvárja, amíg kicsit távolabb megy a róka, és a zsákjába nem két malacot tesz, hanem két kutyát. És amikor már a falu határába ér a róka, már alig várja, hogy kibonthassa a zsákot, és gyönyörködjön ezekben a ehető állatokban, kibontja, mit csinál a két kutya, kiugrik, és addig kergeti a rókát, amíg szét nem tudja tépni. Hát mi mondjuk ezt kivárjuk, tehát semmi gond. Még nincs itt ennek az ideje, de tulajdonképpen azt hiszem nem vagyunk távol tőle. Minden esetre ez a kutyákban, ugye a keleti állatokban a kutyalkos megfelelő, ezt megbeszéltük, már megszületett a kos. Utána már csak a bikának megfelelő patkány vagy egér jön. Bocsánat, én az ikreknél tartok. Tehát a malac jön, mert ugye most az jönne. Csak előtte jöttek ki a zsákból a kutyák. Tehát tényleg a malacnak kéne jönni, mert a disznó felel meg, annak a malaca, az lesz ennek a mesének a főszereplője. Na, melyik meséről beszéltem? A kismalac és a farkasok. Gyönyörűen mutatja. Itt érkeztünk el az évkörben most a térbeliségét nézve az állatunknak. Itt érkeztünk el a tejúthoz, és a bikának, ugye a bika a malacnak a megfelelője, annak két fő csillaga már belelóg a tejútba, tehát azt jelenti, hogy a fára fel tud mászni a kismalac. Egyébként kismalacot olyat még nem látott a világ, aki fölmászik a fára. Már pedig ő onnan hát nyeri meg a mérkőzést, mert ugye onnan kiabál majd le a farkasoknak. De hát nem részletezem tovább a mesét, és most jön az egérke. Tehát ennek az egérkének egyébként ikrekszerű, mindesetre mindenképpen kicsi. Kicsi és jelentéktelennek tűnő a képviselője. Na ez a pipakupak gyerek a népmesék közül, tehát a nagyon rövid népmesék közül. De megjelenhet egér is, tehát ennek is van meséje. Majd utána ez az ikrek, utána jön a rák meséje, az egy gyönyörű mese, ez a táltos tehén. Az egyik mesében, ez a vörös tehén egyébként, a táltos ökör abban a feldolgozásban, amiben én szoktam elemezni, és amiben benne van a könyvben is. Hát ez egy azért gyönyörű mese, mert a végjátéka az mutatja, hogy az önfeláldozó szeretet az mindennél erősebb. Tehát ott a boszorkány hiába jön, hiába követeli be, hiába a maga járandóságát a szeretet fölülmúlja. És ez a kenyérben nyilatkozik meg. Tehát amikor minden áron be akarja, hát vissza akarja követelni, tulajdonképp igaza van, tehát az igazság, mint végső minőség, hát ott tulajdonképpen kielégítethetne, de a mese egyértelműen figyelmeztet. Legalábbis ebben a világkorszakban, amiben mi vagyunk, tehát ez a krisztusi világkorszak, ebben nem az igazság mondja ki az utolsó szót, hanem az ingyen kegyelem. És erre figyelmeztet a kenyér, amikor megmondja a boszorkánynak, hogy jó, igazad van, de most figyelj ide, engem learatnak, meg kicsépelnek, megőrölnek, utána megsütnek, és megesznek, és én ezt mégsem kérem számon. És ez annyira földühíti ez a felismerés a boszorkányt, hogy ott rögtön szétbukod. Na most erre megint azt mondja az ember, hogy hát én hiszek abban, hogy a népmesék az igazat mondanak. Mondjuk nem azt mondom, hogy én már alig várom, hogy pukkadjon már szét, mert hát itt vannak a boszorkány, itt vannak a nyakunkon. Tehát azért azt nem ártana fölismerni. De hát
megpukkadni, nem tudjuk megakadályozni. Tehát bármennyire én is gyakorolni szeretném az ingyen kegyelmet, és azt mondjam, jó van, elnéztem minden az emberségedet. Jó van, csak egy kicsit térjél már észre. Először is nem fog észre térni, ezt már gyakorlatból tudjuk. Másodszor nem tudom megakadályozni, hogy szétne pukkanjon. Mert az, ami szétpukkasztja, az nem kívülről jön, hanem belülről. És ezt pedig én nem tudom szabályozni őnála. Magamnál tudom? Ha tudom, igyekszem. Na most utána következik az oroszlán, és ez az utolsó most, ahogy körbejártuk. Ott megint nem az oroszlán lesz. Van olyan mesénk is, nagyon érdekes mesék egyébként, de itt most tulajdonképpen megint a második holdház. Tehát a holdjárás szerinti beosztásban a második részegysége, az pedig hát a róka. Az a róka, akivel megismerkedtünk már korábban. És ebben az esetben ő nem rossz tulajdonságai révén jelenik meg, hanem a jó tulajdonsága, hogy a ravasságát ő tudja a jó érdekében is kamatoztatni. És akkor viszont ez a róka, a medve és a szegény ember meséje. És ott kiderül, hogy tényleg vannak léthelyzetek, amikben csak a ravasság tud segíteni. És ez például az, hogy ő úgy tesz, mert a medve az csak a vadásztól fél. És akkor már megteheti a róka, persze nem ingyen, a rókát azért ne úgy számítsuk, hogy majd ezt ingyen fogja adni, ezt az ötletet, de minden esetre megtanítja a szegény embert, aki ebben az esetben természetesen szemközti, ugye, nagyon buta. Tehát a majom, az csak utánozni tud egyelőre. De itt már kezdi fölvilágosítani őt a róka, hogy tegyen úgy, minthogyha tényleg elhinné, hogy a vadász jön. Ettől meg fog ijedni a medve, és kéri, hogy bújtassa bele ebbe a zsákba, ami éppen itt van most, előkészítve. És tényleg ez történik, és akkor a medve azonnal kéri a szegény embert, hogy akkor bújtassa már el. Hát most mibe tudlak bemutatni? Hát itt van ez a zsák, hát akkor bújtass bele. Tényleg belebújtatja, be is kötözi. Most egy medvével szemben semmit nem érne, de oda jön a róka, és megkérdezi, hogy mi van ebben a zsákban. Most a zsákban lévő medve természetesen abban a hitben van, hogy ez a vadász. És hát nyilvánvalóan reszket, hogy most akkor elárulja őt ez a szegénybe, vagy nem. De ez előre megbeszélte a rókával, hogy azt fogja mondani, hogy egy szenes tuskó. És tényleg ezt mondja. És akkor azt mondja a róka, hogy én nem hiszem el. És vágjál bele a baltáddal. És tényleg akkor már leesik a tantusz a szegény ember, és fogja a baltát, és belevágja pont a fejébe a zsákban lévő medvének. Na, többet már nem kell félni a medvétől. Más kérdés, hogy aztán hogyan egyenlítik ki a számlát. Tehát, mert azt aztán behajtja a róka, illetve azt hiszi, hogy majd be fogja tartani a szegény ember, de a szegény ember megtanult, hogy a ravasságot a ravassággal kell kivédeni. És végül is szegény ember lévén nem tudja odaadni neki az utolsó tyúkjait, mert ezt követeli a róka, hát akkor ott lennék, ahol a part szakad, téhen hallhatnék. Hanem akkor ő kezd el ugatni. Bent. És amikor kérdezi tőle rémülten a róka, hogy mi az, mi van benne állat, és mondja, hogy két kopó van, itt alig bírom visszatartani őket. Jó van, akkor már nem kell nekem a tyúk, akkor már csak tartsd vissza őket, míg elmenekül. Tehát végül is azért a ravasságnak is határai vannak, és azt is le lehet győzni, de hát nem fegyverrel, hanem hasonló ravasság. Na ennyi akkor. Amit itt elmondtam, csak két-három esetben mondtam el részletezettebben, ez már mind film lehetne. Tehát tulajdonképpen amikor az a bizonyos, azt hiszem 100, pontosan 100 rajzfilm készült, a magyar népmesék, hát én annak csak a legvégében vettem részt. Nagyon jó együttműködés volt egyébként, ez a Kecskeméti rajzfilm stúdióval volt, tényleg két kiváló fázisrajzoló, illetve hát rajzfilm művész, nem fázisrajzoló volt, ők már annál sokkal többek voltak. És a lényeg az, hogy nagyon szépen tudtunk, mindig ezzel kellett kezdeni. Tehát azzal, hogy az ember helyére teszi a népmese történetét egy évköri rendben. Abban a pillanatban érzékeltem, hogy mi felé lehet elcsúsztatni, tehát meddig lehet, hogy mondjam, és milyen irányokban lehet úgy esetleg modernizálni a mesét, hogy azért az megmaradjon a saját tanulságrendszerében. Na most ezt film esetében én teljes egészében
rá kellett, de nagyon jó szívvel is rábíztam magukra, a művészekre. Tehát az egyik férfi volt, a másik hölgy volt, nem biztos, hogy most mind a kettőnek eszembe jutna a neve, de nem is kísérletezem vele, nehogy már az egyiket a másik rovására megbántsam. De minden esetre kiváló volt mind a kettő. És nagyon jól lehetett velük együtt dolgozni. És rögtön megértették, hogy miről van szó. Egyébként volt előzménye ennek, ez a Jankovics Marcell féle előkészítése ennek az együttműködésnek, sőt, ő hozzá kellett végül is visszaadni a tervezetet, de nem volt már neki ez ebbe a végjátékba beleszólása. Ezt csak azért mondom, mert ezekért én már tudom vállalni a felelősséget. A korábbiakért nem biztos. Lehet, hogy azok is nagyon jók voltak, de bizonyos fenntartásaim azért voltak. Például, amikor egy bakot kosnak értelmeztek. Szóval ezek sajnos keverhető dolgok. Tehát ha az ember nincs kellő mélységig tisztában, elsősorban a keletivel, és ezzel azért nagyon kevesen vannak tisztában, ja, akkor nagyokat tévedhet. És ott már a mese sinni meg, és a tanulsága pedig elvész, vagy szétszólódik. Tehát minden esetre egy olyan mese is adódott, pontosabban most még ennél a rajzfilm százasnál tartva, nagyon szépen föl lehet ezeket dolgozni a filmben. És azért azt ne felejtsük el, hogy ezt a 100 magyar népmesét mai napig követelik a gyerekek. Ha valaki egyet látott belőlük, akkor nem a műmeséket követeli, hanem ezt követeli. És azért ezt tessék már végre tudomásul venni. Tudom, hogy nem mindenki veszi tudomásul szívesen, nem mindenki szereti, ha a magyar gyerek magyar népmeséken nő föl. Ezt tudomásul kell venni, nem helyesen, egy pillanatra sem, ezt tudomásul kell venni, itt élnek köztünk. Ők is emberszabásúak, más kérdés, hogy gyökeresen más a véleményünk ebben a kérdésben. Sajnos nem csak ebben a kérdésben. De ezzel együtt az ember nem pofoszkodik, nem rugdosódik, hanem azt mondja, hogy gyerekek, van egy határa, amíg beleszólhattok abba, hogy mi mit szeretnénk a gyerekeinknek továbbadni. Utána meg csend legyen. Innentől most mi jövünk. És mi már tudjuk, hogy mit adunk tovább. Sejtem, hogy ti is tudjátok, azért is ellenkeztek ellene ezért. Ennyire. De ebben az esetben nem nektek lesz utolsó szavatok. És ezt nagyon határozottan, azt hiszem nem először fogalmazom meg ezt ebben a beszélgetésben. És ezt még többször meg fogom fogalmazni, ha Isten is úgy akarja. Na, akkor nézzük tovább. Tehát a következő témánk meg az, hogy amennyire filmre földolgónom, nem arra kíváncsi most a kedves kérdező, hogy rajzfilmben hogy tudok egy 100 után egy 101-et készíteni, hanem hogy esetleg más típusú filmben, esetleg mondjuk játékfilmben, hogy milyen 12 mesét tudnék. Ha jól értelmezem, akkor ezt így értette. Mert hiszen rajzfilmben nem olyan nagy vicc ezeket földolgozni. Más kérdés, hogy eddig el kell jutni, ameddig most mi itt eljutottunk együtt. De nem olyan nagy. De most egy apróságot még azért megemlítenék, hogy bár nem film lett belőle, de népmesét föl lehet dolgozni, például bábjátékban is. Na most ennek viszont a módszertanát is megfogalmaztam már egyszer. Ez a népme, a Ne felejts című kötetben jelent meg, megnézem, hogy mikor, mert ezek most már lassan évtizedesek. Ezek a kiadványok, és ilyenkor az ember csak azt mondja, hogy gyerekek, lehet negligálni, tehát nem figyelembe venni ezeket a dolgokat, de csak ti vesztetek vele. Tehát nehogy már azt higgyétek, hogy én vesztek azzal, hogy itt megfogalmaztam ezt 2000-ben, már megjelent. Ez mind előzőleg már megfogalmazott, csak ekkor jelentek meg. Tehát ez a Ne felejts című kötet. És ebben benne van a Világvándora herceg című mesének, népmesénknek a feldolgozás módja bábjátékra. Ezt a Debreceni Vojtina együttesnek dolgoztam föl, hozzáteszem, hogy soha nem valósították meg. Pedig ez már gyakorlatilag forgatókönyv. De az is benne van, hogy hogyan lehet belőle a meséből forgatókönyv. Tehát minden lépést, hogy ezt most miért így, miért nem tudjuk közvetlenül, vannak dolgok, amiket egyszerűen nem lehet közvetlenül megjeleníteni, se színpadon, se bábszínpadon. Pedig bábszínpadon sokkal többet meg lehet jeleníteni, mint valódi, tehát az általánosan színpadnak nevezett színpadon. Tehát színjátékoknak a színpadán. De még így sem, vannak egy szituációk, amiket nem lehet.
egyszerűen az átváltozásoknak átpucskázott a fején, és lett belőle. Hát, lehet jelenítve bizonyos dolgokat, meg nem lehet. Tehát azt bizonyos mértékben vagy vissza kell fogni, vagy találni kell egy olyan cserejátékost, szituációban vagy figurában, amelyik ugyanazt a tartalmat egy más külalakban tudja, de ugyanazt a tartalmat hatékonyan megjeleníteni. Azt hiszem, ezek követhető dolgok, én nem hiszem, hogy túl bonyolultan fogalmaznám, és annak ott van benne a teljes lebonyolítása, hogy hogy lesz a meséből végül is egy bábjáték. Maga a forgatókönyv is benne van. Hogy miért nem jelenítették meg mégis? Ez egy külön szám. Tehát itt szól bele az aktuális politika, amelyik mindig a újabb időkben azzal próbálhatni, most mondjuk kinyíltan ellenünk írta. Mi őt csak úgy nevezzük meg, hogy aki bennünket nem szeret. Ennél semmi értelme nincs tovább, hogy meg pontosítani. Ő pedig bennünket bármi legyen, csak szerves műveltség típus ne. Miért? Mert annak lesz önálló véleménye. És az nem a legfényesebb lesz rólunk, azaz azokról, akik bennünket nem szeretnek. És hát bizony nem a legfényesebb a véleményünk rólunk. Hát ennyit erről. Na most minden esetre, ez tehát egy reális lehetőség, és itt eléggé részletesen ki van fejtve, hogy valóban lehet egy általánosabb, nem rajzban, csak is rajzban kifejezett, tehát már élő szereplőkkel is, mert ebben például élő szereplők is vannak, tehát nem csak bábok. És innen már csak egy lépés, hogy ezek színpadon vagy filmben. Filmben megint sokkal többet lehet, mint színpadon. Tehát azt jelenti, hogy nem reménytelen a várakozása a kedves levelezőnknek. Én minden esetre földobom, vagy fölírtam azt a 12 mesét, amit én földolgoznék. Szerencséjük van, mert nem kapok rá lehetőséget, tehát ebből nem lesznek filmek, de már azoknak, akik bennünket nem szeretnek, azoknak van szerencséjük. De minden esetre én elmondom ezt a 12 mesét, és azt is elmondom, hogy hol találják meg őket. Mert szeretném, hogyha azért ez egy teljesen reális vállalkozásnak tűnne, és maga a kérés pedig egy teljesen emberséges és nem provokatív, hanem nagyon is segítő jellegű. Tehát mondom őket sorjába. Ezek most nem az állatömnek a menetében lesznek. Előre elmondom, hogy ezek közül az első három az részletes földolgozásban az benne van, melyikben, ebben, ami a kezemben van. Tehát ez három magyar szentbeszéd címen jelent meg. Hát itt a szentbeszéd tulajdonképpen idézőjelben is szerepelhetett volna, mert ez a szentbeszéd ebben az esetben egy feltételezett ősvallási liturgián belül, de ezek tulajdonképpen mindegyik idézőjelben van, mert még ezek nem teljesen kidolgozott feltételezések, ezekben szentbeszéd helyén jelennek meg a liturgiában, tehát a lebonyolítás menetében. Tehát ezek a római katolikus vallásban a szentbeszédnek felelnek meg, a protestánsban, tehát mondjuk a reformátusban a prédikációnak. És mindegyik azért, mert az erkölcs menetében dolgozza föl a világ jelenségeit. Tehát a főszereplője minden magyar népmesének az erkölcs. Az egy külön hozzátehető megjegyzés, mi tehát elég régóta foglalkozom a kérdéssel, és elég régóta már publikáltam is, tehát vállalom ért a felelősséget, hogy tudnélik, ez az erkölcs lényegesen közelebb van a krisztusi erkölcshöz, mint az ószövetségi erkölcs, hogy egyáltalán ilyen értelemben, Krisztus értelemben erkölcsről beszélhetünk. Tehát azért tudni kell, hogy a mi eredeti vallásunk, aminek számtalan tanúbizonsága van, tehát népmesékben, tehát folklór, úgynevezett folklór, tehát a szöveges néprajz körében éppen úgy, mint hát az ábrázolásos jellegűben, tehát az úgynevezett készségeknek, amely az ábrázolás ábráiban, vagy akár festett kazettás mennyezeteken, ami egy nyelven beszél, ugye a népművészetben. Na most, akkor most sorolom, hogy ne legyek túl hosszadalmas, bár már azt hiszem az voltam. Tehát az első három, azt mondom, benne van. Az első, és ez mind a három úgynevezett precessziós rendben sorolja fel a eseményeket. Tehát ez azt jelenti, hogy a menete
a mesének, nem a kicsi évben, tehát nem a kos után a bika hava jön, aztán az ikrek hava, aztán a rák és tovább, hanem fordított sorrendben. Miért? Mert a precesszió, amely szigorúan csillagászati, tehát nem asztrológiai, hanem asztronómiai tény, az egy sokkal nagyobb időbeli nagyságrendben, tehát egy kerek 26 ezer év, de az a teljes évkört végigjárja, csak fordított sorrendben. Egy-egy ilyen év környi egy, egy évkörön belüli egy egység, tehát egy állatövi egy érvényt tartam, ott kereken 2160 év. De ez mindig kerekített időegységeket jelent, számban kifejezve. Na tehát minden esetre ez mind a három. Ez azért nagyon lényeges, mert én úgy gondolom, hogy ezekkel sikerült bizonyítani, hogy mind a két nagyságrendben tökéletesen fogalmaz a magyar népmese. Tehát nem arról van szó, hogy csak az egyéni életmód, az egyéni életvitelnek a kerete, ez a kicsi év, 365-366 nap, nem csak ebben fogalmaz tökéletesen, mert az eddig említett mesék mind ebben fogalmaztak. Tehát az egyéni élet sorsra adnak tökéletes, hát hogy mondjam, menetrendet, vagy vihető életviteli példákat, megélhető életviteli példákat. De ez mind a három, mégpedig úgy mind a három, hogy az elsőnek tulajdonképpen teremtés közeli az indulása. Ez pedig Árgyilus királyfi, tehát Árgyilus és Tündérszép Ilona története. A második népmese, ez egyébként mind a három megtalálható, maga a mese is ebben a feldolgozásban. Tehát itt maga a mese is, meg a feldolgozása is. De ha valaki csak a mesére kíváncsi, az megtalálja mind a hármat, Ilyes Gyulának a 77 magyar népmese újra és újra kiadott. Ezt hál' Istennek, hát nem tudom, hogy ma kiadják-e, mert most elég erősen befagyasztják az ilyen népi gondolkodásmódot. Sajnos nagyon úgy néz ki, hogy ezzel az átrendeződéssel most a legutolsóval, amikor hát végre már a népi kultúrának egy nagyon kiváló képviselője volt az előző négy évben. Hát ugye ez a Kásler Miklós nevezető, most már nyugodtan nevezhetem nevén, nem tűnhet megfelelési kényszernek, mert most már nem ő a miniszter, és nagyon úgy tűnik, hogy egy nagyon kiváló segítőjét a saját kultúránknak, hát ezzel a irányítás közvetlen élvonalából kiemelték. Miért nem, kiknek a unszolására nem tudom, bizakodom benne, hogy nem végzetes volt ez a kiemelés. De hát, ami elindult, azt nem lehet leállítani. És ha itt a jó elindult, már pedig elindult a jó úton, annál menni fog tovább. Ezt csak azoknak mondom, akik nem szeretnek bennünket, hogy ne nagyon reménykedjenek. Nem lesznek sikerlovagok. Minden esetre a második népmese ez a melyik is volt, azt mondja, hogy... Ja, ez a... Malacon nyert király kisasszony. Pillanat. Igen, mert nem a jó oldalát fordítom a puskámnak, ugye? Mert ugyanis lesz-e még egy második menetünk. Lehet, hogy még ma föl is vesszük. De minden esetre, hát az Árgyilus király fölre indultunk. A második a Malacon vett királylány. Na most ez meg egy olyan oldalát vizsgálja a népmesével most már univerzális szinten. Tehát azt jelenti, hogy nem az egyénnek, mint mikrokozmosznak, tehát kicsi mindenségnek a történetén belül, hanem a nagy mindenségnek a menetében. Ott egyáltalán használható-e még a disznónak a fogalma? Tehát az, amely két lábbal a földi valóságban valóságon áll, és abban működik, vagy pedig arról most már le kell mondani. Nem kell lemondani. Nem kell. Teljes értékkel működik, és rendkívül fontos a szerepe. Tehát azt jelenti, hogy a testetöltés, mint olyan, nem véletlenül mondjuk mi, ami a, ez a, ugye hiszek egyben, hogy és a test föltámadásában hiszünk. Tehát ez azt jelenti, hogy a testet nem lehet elhanyagolni, vagy leépíteni. Megvan a maga szerepe, milyen külsőség közted egy más kérdés, de nagyon is megvan a maga szerepe. És ezt nagyon egyértelműen közli velünk, többek között, ugye ez a mesénk. Tehát nem volt felesleges. Sőt, azt is, hogy például ebben a testet öltve
tovább vihető emberségnek. Ez egy nagyon fontos mondat, megismételni. Tehát a testet öltés kereteiben meg tovább vitt emberségnek. Lehetnek itt nagyon nagy kataklizmák, nagyon a küszöbén vagyunk, de minden esetre, mint lehetőség, mert nagyon a küszöbén vagyunk. És mire ez lemegy, esetleg lemegy, ha lemegy, ha ez a adás, hát akkor nem biztos, hogy megérjük. De mert annyira közel vagyunk, azért ezt most már tényleg nem tudomásul kell vennünk. Mert játszanak itt a dolgokkal, nagyon játszanak, és ez már egészen emberiségpusztító nagyságrend. Mind a két félen. És hogy ezt melyik őrült, mikor veti be, és egyáltalán melyik az őrült, mert mind a kettő a másikra mondja. Hát ez egy nagy kérdés. És mindesetre a harmadik pedig a pelikán madár, amelyik meg az ingyen kegyelemnek a meséje. Pelikán madár, tudjuk a nép művészetünkben is, annak a tárgyi anyagában is, meg hát az a kazettás mennyezetű templomi kazetták ábráiban is, ez mindig az ingyen kegyelemnek. Tehát ami emberileg egyáltalán elérhető ebben a bőrruhában, amiben ma dolgozunk, hát ebben tényleg az ingyen kegyelem a legmagasabb fok. Tehát ezzel kerülünk a legközelebb az egyetemes megváltónak a létszintjéig. És hát ha valaha szükség volt az egyetemes megváltásra, na most aztán nagyon nagy szükség van, de nagyon nagy szükség van. Hát ez a pelikán madár. Tehát ebből én mind a háromból filmet csinálnék. És miután mindegyik talán sikerült itt most ezzel pár mondattal valószínűsíteni, hát mindegyik nagyon aktuális kérdés. Tehát nagyon itt volna az ideje, hogy ezekből viszont tényleg készüljenek filmek. De ezek nyilvánvalóan most már mint precessziós nagyságrendben működő és abban a közléseket adó filmek, hát azok nem biztos, hogy rajzfilmben jeleníthetők meg legmeggyőzőbben. Itt vállalni kell azt, hogy megtaláljuk ezeknek a hétköznapi létben egy egyetemes szintre emelhető mondani való keretében, hát a közeget, amiben megjeleníthető. Nem reménytelen a dolog. És ezért mondtam, hogy ennek egy bizonyos előkészítő fázisa lehet a világvándorló hercegnek a lépésenként levezetett ugye, folyamata, hogy hogyan lesz egy népmeséből egy megvalósítható, ott éppen ugye bábjátékban megvalósítható megfogalmazása. Na most nézzük a többit. Tehát maradt még nekünk 9 lehetőségünk. Ezt a hármat én mondhatnám, hogy feltétel nélkül, ha egyáltalán szavam volna ebben. Tehát jó, nyilvánvalóan ebben, hogy most megvalósul-e, vagy nem, ebben semmiféle szavam nincs. De jó szívvel azért ajánlom. Na most a következő az a tulajdonképpen lehetne akár azonnal a világvándorló herceg. Már eleve azzal az elindulással, ami azzal annak idején hát megpróbáltam elindítani. Mert az nyugodtan tovább vihető a játékfilmig. Nyugodtan ugyanazon a módszertani bevezetésre. Na most, a következő az hát ott, itt most megpróbálom megkönnyíteni, mert hát például a Fehér Ló fia. Csak egyet kérek, nehogy már olyan Jankovics filmbe gondolkozzunk. Mert itt nem arról van szó, hogy most ezt hogy tudom újra megfogalmazni, én azt egyébként nem tartom sikerültnek. Ezt én elmondtam plénum előtt, mert ele is hülyéztek értem, ami csak elképzelhető. De az ő jelenlétében hozzáteszem, tehát ez egy becsületes valami volt, legalábbis én úgy érzem, de megmondtam, hogy miért nem tartom. Na, teljesen egyértelműen megmondtam. Itt most nem mondom meg, mert nem az a célom, hogy utólag, különösen most, hogy már nincs közöttünk, most megpróbálom lejátni, eszem ágában sincs. De megindokolhatom. Mindenesetre ilyen keretek közt, ahogy mi most foglalkozunk vele, semmiképpen nem nevezhető sikeresnek. De én ezt annak idején neki is elmondtam. Más kérdés, hogy hogy fogadta. Na most azt mondja, hogy tudnék, a Fehér Ló fia nincs még megfilmesítve, rajzfilmen sincs. Tehát ezt ő is nyilatkozta, nem titok, és főleg nem dehonestálás, hogy ez nem a Fehér Ló fiáról szól, a Jankovics Marcell Fehér Ló fia című meséje. Ezt ő maga is elmondta, ez 3 népmesénknek az összedolgozása. Ez már módszertani képtelenség. Tehát egyrészt a Fehér Ló fiának ebből marad benne a legkevesebb.
Aztán a Jufi Jankó című mesének, ez egy délvidéken lejegyzett mese, nagyon szép, tiszta magyar népmese. Teljesen más az indulása, más. Én ezt elemeztem, és a teljes elemzés az benne van itt a emberséget járunk tanulni címe, sőt, ez a cím, hogy emberséget járunk tanulni, ez is a Jufi Jankó című meséből van. Ott ezt mondják Jufi Jankónak, aki ugye egy alakváltozata, de egyáltalán nem azonos szerepben, hát hogy mondjam, készlettel dolgozik, mint amivel Fehér Lófia. Vannak hasonló megnyilvánulások, de messze menően nem azonos. Nem is lehet. Egész másképp mint tudjuk, a jó, az a keleti állatövben a baknak felel meg. Már nem egészen ugyanazt jelenti el, ha én a ló, tehát a fehér lóból indulok el, ami a nyilas tulajdonságok, vagy pedig a bak tulajdonságokból. Nagyon-nagyon-nagyon nem mindegy. De nagyon-nagyon nem mindegy. Tehát ez azt jelenti, hogy az összedolgozás az egy kozmikus képtelenséget generált, és ez bizony kifejeződött a cselekmény vezetésben is, meg hát még a rajzim megjelenítésben is. Na most a harmadik pedig az egy Éjes Gyulát a földolgozott népmese, ahol nincs is negyedik szereplő. Tehát hegyhengergető van, az szerepelne meg elvileg ugye a mesében, Fejér Lófiának a hiteles eredeti népmesében, de hát messze menően nem tudja ezt kielégíteni. A hegyhengergető, a vasgyúró, és a harmadik a vasgyúró, akkor a, nem is az első, az a na hirtelen ki akartam mondani, hát tulajdonképpen a fanyűvő alakváltozata lenne, lehet, hogy ugyanazon a néven is szerepel, most hirtelen nem emlékszem rá, mert hát ott az erdőket tépkedik ki. Tehát lényeg ez, hogy ezt a hármat, de ebben egyik se a Fehér Lófia tulajdonság. Tehát azt jelenti, hogy ha ezeket bevegyítem a forgatókönyvbe, az a mese már semmiképpen nem lesz a Fehér Lófia mese, akármilyen címen forgalmazom. Tehát minden esetre itt nem ellenségeskedésről van szó, hanem egyszerűen egy ténykérdésről. És minden esetre ezért én viszont szeretném, hogyha a Fehér Lófia mese dolgozódna föl, és akkor már tényleg filmben. És föl lehet dolgozni. És nagyon nagy. Na most az nagyon nekünk szólna. Miért? Hát mint magyarok szellemi értelemben Fehér Lófiai vagyunk egyenként és mindannyian. És így szeretnek bennünket, akik szeretnek, és így gyűlölnek, akik gyűlölnek. Most nagyon-nagyon időszerű lenne megmutatni, hogy most a hétköznapi létben hogy viselkedik egy Fehér Lófia. Mert vannak hibái Fehér Lófiának, és itt nem Dicsinuszról van szó, nagyon is komoly hibája, de ezért vezekelni is kell. És lehet látni, hogy mi a vezeklés útja, ott mire kell legjobban vigyázni, hogy akiket legjobb barátaimnak hiszek, azok fognak engem elárulni, mert azok az én kivetített rossz tulajdonságaim. És azokkal le kell számolni, ott nincs mese. És amikor én mégis ki tudok jönni az alvilági létből, amiben most vagyunk, nem leszünk, vagy voltunk, vagyunk. Abból is ki lehet jönni, de hogy tudunk kijönni? Csak az ingyekkel, kegyelem. Tud kivinni, mert az az alaptulajdonság. Tehát az az, amit Fehér Lófia a griffmadár fiókákkal szemben, akik egyébként, ha felnőnek, emberrel táplálkoznak. És ez be is vallja neki a griffmadár, amikor már fölvitte. Csak ki tudtam belőle választani és felerősíteni a benne is, tehát az ellenfélben, az emberfalóban is, a bennünket falóban is benne van az emberségnek valamilyen szikrája. Azt ki tudom váltani bele, mivel? Ingyen kegyelemmel. Tehát a saját rovásomra az ő fiókáit tápláltam, vagy védtem meg a jégesőtől. Tehát, hogy érthető legyen, ezek nagyon szépen mutatják. Ezt én át tudom váltani egy mai, mit tudom, egy bankárral szemben viselkedő beosztottjának az ingyen kegyelem gyakorlásával. Tehát akár egy kukásnak. Ugye, mert ennyire ki volt szolgáltatva Fehér Lófia ott az alvilágban a griffmadárnak, aki egyébként emberevő. Tehát, hogy érted, mint ahogy a bankár is nyilvánvalóan emberevő, hát belőlünk él. És mégis kiváltható, tehát a mese nem kertel, és nem azt mondja, hát tudjátok, volna egy megoldás, de talán tulajdonképpen ez az egyetlen lehetséges megoldás. Na most ezt én nem akarom tovább, mert akkor ebből prédikáció lesz.
Tehát azt nem szeretném, hogy azért ez egy ilyen, hogy mondjam, csak lelkizés legyen a szó mocskosabb értelmében. Mert van olyan is sajnos. Na, ennyit arról, akkor mehetünk tovább, gondolom. Akkor van az égigérő fa. Hát nagyon szeretné, hogyha megfilmesítenék. Ez megint Illyés Gyulában. Ez szinte mindegyik az Illyés Gyula 77 magyar népmesében található meg, amelyiknél valamelyikben, tehát vagy a emberséget járunk tanulni, vagy ebben a három magyar szentbeszédben, hát a három magyar szentbeszédben az a három volt benne, meg a 12-es, amit most tulajdonképpen egy-egy kivételtől eltekintve nem fogunk használni. Tehát az égigérő fa, akkor talán ez az egyetlen, amit én csak előadásban ismertettem. Tehát úgy emlékszem, hogy ez nyomtatásban, ez elemzés nincs benne. Hát a mese persze, hogy benne van. Egyik legismertebb mese. Na most, utána, hát ugye Világvándor Herceget említettem, a repülőkastély. Hát ez meg annyira időszerű, most úgy időszerű, hogy az emberiségnek a jelenkorát, hogy az emberiség ma mire a legbüszkébb? Arra, hogy van repülőkastélya. Tud utazni az űrben. Ez teljesen egyértelműen űrutazásról szól. Tehát itt még félre se lehet érteni. Tehát ez a mindenségben, földről elszakadt mindenségben, tehát ott, ahol már nem a földi légkörben vagyunk, ott viszi végig azt a cselekménynek jelentős részét. És még azt is elmondja, hogy egyáltalán hogy lehet innen visszajönni. Tehát nem lehet sérülésmentesen visszajönni. De hát ezt most nem akarom elmondani a mesél, először is nagyon, nagyon sokrétű, bonyolult. Tehát ebből bizony még akár folytatásos, hát mondjam, filmsorozatot is lehetne csinálni. És itt azt, hogy megérthetjük, hogy miért félnek ettől annyira. Azért, mert a népmesékben olyan tanúságok benne vannak, amik még nincsenek is felfedezve tudományos alapon. Nem tudom, érthető. Tehát a népmese nem követi a tudományos világkép alakulását, hanem előtte jár. De még annyit se, azt se tudjuk, hogy hány lépéssel. Mert az se biztos, hogy csak egy lépéssel. És eddig még minden új felfedezésnél kiderült, hogy de hiszen ott van az előképe a mesékben, a népmesékben. De csak a népmeség, mert vigyállat. És egyelőre kimerem mondani, hogy nagy részük az bizony, hát kitüntetett módon, nem azt mondom, hogy csak is, mert a keleti népek meséi még nem szivárogtak be, arra vigyáznak, hogy azok nem nagyon szivárogjanak be. Mert azokban rengeteg az azonos motivum. Hát abban kiderül, hogy kik a mi tényleges rokonaink. De azok nem azok, akiket mi így tartunk számon. Tehát minden esetre az például nagyon jellemző, hogy ott, ahol, amiket nekünk, mint hát hogy mondjam, ős örökségét, vagy eredeti származási hát kútforrást emlegetnek, most nem is nevezem őket nevükön, mert nem akarok sértegetni népeket, mert jártam köztük, tudom, hogy nagyon kiválóak vannak köztük, de ők például mai napig nem tartanak bennünket rokonaiknak, bármilyen furcsa az így. Ha tanítják nekik, tudomásul veszik, de hagyományokban mi nem vagyunk az ő rokonaik. Ezt otthon, hát onnan tudom, mert ők mondták el, és nagyon-nagyon hiteles forrásból. Hogy ahogy elmegyek egy törökök lakta, vagy valamelyik török nyelvjárást beszélő népeket, vagy akár mongolhoz, amik nem is török nyelvjárás, hát már egy önálló hát nyelv alakulat, és hát annak megfelelő nyelv családdal, hát ezek testvérként fogadnak, mai napig. Tehát, hogy érthető legyen. És meg is mondják, hogy miért. Hogy ti vagytok a legnyugatibb rokonaink. Ennyit erről. Aztán, hogy még mennyi van, ami összeköt bennünket, azt már utána részletezhetik. És mikor én rákérdeztem ott a Hampiknál, hát akiknek nagyon jó képviselőjük volt. Tényleg nagyon jó felkészült, kiváló és szeretetreméltó, tehát még nem is elutasító jelleg. Azt mondta, hogy ne haragudjon, de azt kell mondjam erre a kérdésre. Utána elmondtam neki ezeket a tapasztalataimat a török nyelvű népekkel kapcsolatban, azért ne arra mondjam, nálunk ilyen soha nem volt. Tehát tanítjuk, ha szükség van rá, de még nem is nagyon tanítjuk. Tehát ilyenről, hogy innen származtak, van semmi. Tehát, mint autochton, tehát ezt szoktuk mondani, tehát hazai talajból fakadt meggyőződés, hogy mi nekik rokonaik van, sőt, származékaik van, szó sincs. Ez a Hantiknál. Na most a mansiknál semmi egyéb nincs. Tehát nehogy azt így, de majd a mansik. Mansik azok a bogulóknak, a saját nevük. A hanti az meg a
osztják. Ennél közelebbi ősrokon nekünk a finnugrisztika sem mond. Tehát ha ott nincsenek semmi nyoma, akkor ez nagyon sajnálom. Tehát természetesen, mint testvért, én vallom nagyon szívesen, sőt, ha kell, segítek nekik, el is nekik. De minden esetre nem, ez teljesen elfogadhatatlan. Nem csak genetikai, most már genetikai is kimutatták. Amennyiben elfogadható, hát az messze menő nem az ős. Tehát nem az ős forrás, ahhoz nem elég erős. Ahhoz tényleg nem. Na, ennyit erről, de nekünk nincs szükségünk itt a genetikai. Nagyon jól néven vesszük, nagyon örülünk is neki, nagyon megtapsoljuk őket, de más vonalon ez már réges-régen kiderült. És hát nem akárkik bizonyították, tehát nagyon is hozzáértő és kiváló tudható. Na, akkor most menjünk tovább. De minden esetre ez a mese nagyon-nagyon ennek a tudományban, hát hogy mondjam, torkig, már fulladásig telített korban, nagyon igényelné, hogy filmé váljék, akkor utána Kígyó király gyűrűje megint nagyon fontos lenne. Most nem részletezem, mert azért mindegyiket nem tudom részletezni, de megint ez mindegyik a mai kornak szól, más-más vonatkozásban. Itt megint olyan kérdésről, hogy tudnék, milyen, szóval mi történik akkor? Ez talán könnyebb is lenne filmre venni. A repülőkastélyt nem lenne könnyű filmre venni. Nem két fillérből készülő film lenne. Az kétségtelen. De nagyon ide szólna. Viszont a Kígyó király gyűrűje viszonylag könnyebben feldolgozható lenne. Itt meg arról van szó, hogy nagyon vigyázzunk, mert ez a gyűrű, amennyire a jót szolgálja, annyira gonoszt is tudná szolgálni. És most nem tudom, észrevettük-e jelenleg, ez a gyűrű, ami után kapkodnak. Most ez a gyűrű jelen van a magyar népmesében, de ez annyira fontos, maga a kérdés is, hogy most ez kinek a kezében van, hogy tulajdonképpen a gyűrűk ura, ami egy modern földolgozás, és nem is biztos, hogy ennyire beszédes népmeséből, több is népmeséből egyébként, de tudni való, hogy ez a Tolkien, vagy most az, hogy hogy ejtem ki a nevét, az egy külön kérdés. Tehát akinek ugye ismerjük a filmfeldolgozását is, meg a regényben is. Tehát azért ő népmesekutatóként indult el a pályáján. Tehát ő hát, folklor tudománynak egy nagyon magas szintű művelője, nem csak élvezője, vagy átdolgozója. Tehát ő egy számon tartott népmesekutató a nemzetközi állományban. Nem hogy az utolsó sor, de első sorban. És ilyenként vállalkozott arra háborús körülményektől sarkalva, és hát egyéb megfontolásoktól sarkalva, hogy ezt most ő egy ilyen hát hogy mondjam, még éppen ő nem filmforgatókönyvnek, de az is fel. Ilyen módon már aránylag könnyen feldolgozható volt a jelenlegi hát filmkészítési technológiák mellett. Na most ezt csak azért mondom el, mert itt a gyűrű, remélem ebből már most belátható, hogy nagyon is aktuális kérdés. Na most ki a gyűrű ura? Mert tulajdonképpen erről szól a mesénk. És hát az nem néhány évtizede született, mint a Tolkiennek a feldolgozása. És mindesetre utolsónak hagytam a Vízi Péter és Vízi Pál című mesét. Hát ami meg az egész, hát hogy mondjam, világképünk alapjait érint. Tehát ez tényleg olyan, hogy még a vég kifejlésben a elemzése, tehát amit én itt, ez az utolsó elemzett, ha jól emlékszem, igen, az Emberséget járunk tanulni című kötetben. És még ott is abban fejezem be, hogy van egy javaslatom, de ez korán sem biztos, hogy végleges. Tehát itt még nagyon sok mindent megint újra kell gondolni, megint példát nem így gyűjteni, hogy keresem a példát erre, hanem az ember a népmeségben hát egyszerűen benne él. És aztán úgy is mutatja önmagát, tehát nem kell ezeket hajkurászni, mint ahogy a kazettás mennyezeteken is mutatja magát. Most megnézem gyorsan, hogy mindet érintettem-e. Remélem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hoppá,
hogy létezik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, meg 3, az... Ja. Na jó. Ja, itt van egy igen. Tehát... Azt mondja, hogy az utolsó három mese... Tessék megfogóckodni, házi feladat. Itt van, be tudom mutatni. Tehát nem most találom ki. Tehát a következőt kérném. Nem azt kérem, hogy feldolgozásban mutassák, annak örülnék legjobban. De hogy akár ez a kedves ajánló, vagy kérő, aki kérte a 13, vagy 12 népmesét, akár bárki más, aki úgy gondolja, hogy ez tényleg fontos kérdés. Azért három, mert az elején csak egyet javasoltam, de utána leállítottam magam, mert itt van a többi három mese is, de azt most nem mondom el. Tehát, mert kíváncsi vagyok, hogy melyik népmesében látnak olyan, ez kettős feladat, vigyázat, az egyik, hogy látnak olyan lehetőséget, hogy egyáltalán filmben földolgozhat. Nem biztos, hogy mindegyik földolgozhat. Vagy nem mindegyik olyan módon, hogy az tényleg egy közérdeklődésre tartson számot. És a másik szempont az pedig az, hogy hát nagyon nekünk szóljon. A nekünk az emberiségnek ma, másik, hogy a magyarságnak ma. Na most ezért nem egyet javasoltam, de én csak egyet akartam. Hogy egyet kérek. De nem biztos, hogy egyből ez kigazdálkodható. Tehát ezért gondolom, hogy hagyjunk lehetőséget, hogy három. És akkor, ha ezt a hármat megkapja, nyilvánvalóan hány ember vállalkozik rá, annyiféle három lesz, nem baj, nem baj. Ezeken végig fogunk menni, ezt ígérem, hogy végig fogunk tudni menni rajta. Hát akkor én ennyivel úgy érzem, hogy legalábbis körbe szaglálottam a témát, és nagyon biztatnék arra, hogy próbáljuk. Említettem ugye, hogy a végjátékban, ha marad időnk, hát persze nem marad, de azért most mégiscsak visszatérni. A Fehér Ló című mesére, hirtelen ki akartam mondani, a félig nyúzott bakkecskére, és a kis kakas gyémánt félkrecszárja, ugye ezt a hármat javasoltam. A Fehér Ló című, a Szürke Ló, ez a pontos cím a mesének. Tehát a Szürke Lóra nagyon egyszerű. Itt arról van szó, hogy ami, itt egy gazda és a Fehér Ló szerepel az első, a mese első menetében. Na most azt jelenti, hogy ha én egy, ez egy olyan, hát ez egy molnár ember, ugye ez az idős, hát ez egy szegény ember természetesen ebben az esetben is, és hát ennek van egy száraz malma. Honnan tudom, hogy száraz malom? Azért, mert lóval hajtja, egy lóval. Na most ló hogy tud hajtani? Nyilvánvalóan nem lineárisan, tehát nem vonalszerűen, hanem körbe-körbe. Na most itt nagy volt az esélye annak, hogy az ember azt mondja, hogy ez közvetlenül akkor a tejút képjele. Igen, is, meg nem is. Tehát több, mint csak a képjele. Hanem ez mit jelent? Ez a tejút rendszerünk viselkedésének, tehát a működésének föld felé mutatott képe. Miért? Mert ez a kép a lovon keresztül jön be. Tehát mi a saját tejútrendszerünkből azt, ami emberileg hasznosítható lenne, azt mi a lovon keresztül kapjuk. Mi ez a ló? Ez a nyilas csillagképe. Tehát a földre nyilas termékenyítő, vagy egyáltalán teremtőnek nevezhető hatása, bármilyen szinten a teremtést, az a lovon keresztül tud csak úgy jönni, hogy mi észre is vesszük, és nem is pusztít el bennünket, tehát olyan fokra mérséklődik, hogy már tudjuk felfogni. Tehát ez meg ténykérdés, tehát ez csillagászati értelemben is ténykérdés, nem is tegnap óta tudjuk. Tehát ez nem tartozik a friss felismerések közé. Na, ez minden esetre arra figyelmeztet, hogy ezt nagyon nem ártana, hogyha komolyan gondolnánk, mert ez nekünk, mint magyaroknak elsőrendű tanúság csoport. Először is, hogy amikor ez átmegy a következő hónapban, pedig most már ezt a hatást, mi a következő recesszió folytán mi elkerültünk ebből a vonalból. És a téli napforduló, ahol be tud jönni, hát hogy ne felejtsük, ide került karácsony. Tehát az istenség, tehát egy magasabb rendű minőségnek, teremtő minőségnek a közvetlen megjelenése, emberszabásúvá válása, ez karácsony éjszakáján történik. És ez bizony
jelenleg a Bakhamának a nulla fokán történik. Tehát ez azt jelenti, hogy ez át kell jöjjön a Bakhon, de a Bakhon nem olyan könnyű átjönni. Mert a Bak alapvetően önző. Hogy joga van az önzésre, tehát ne felejtsük el, ez a legsötétebb pillanata az évkörnek. Tehát azt jelenti, hogy itt nem lehet elítélni a kecskét, hogyha ő a maximálisan önző, nekem és csak nekem. Mert még az is kérdés, hogy csak nekem is elég lesz-e ennyi energia. Tehát mindenképpen nem érdekel, hogy az már másnak ott van a tányérján. Kieszem belőle, na és. Nekem egyetlen parancsom van, minden áron éljed túl. Csak túlélésbe tud gondolkodni. Hogy ez kinek a rovására történik, nem érdekli. Abszolút nem érdekli. És ezért teljesen fölösleges haragudni rá, de tudni kell róla. Mert nekem is van gyerekem, nekem is van unokám, nekem is van dédunokám, most már hál' Istennek, meg lesz is most már, ha minden jól megy. Megint, tehát a lényeg az, hogy tudom, hogy kinek a hátájából eszik ki. És megpróbálok egy határon belül mértéket tartani, hogy mennyire vagyok engedékeny. De semmiképpen nem támadom azért, ami az ő létének a feltétele. Az, hogy tényleg a közeledbe kerülő összes energiát próbáld megtartani, mert ha te nem tartod meg, senki más nem fogja megtartani. Tehát ez a te abszolút feladatod. Az egy más kérdés, hogy azért próbáljál életbe hagyni másokat is. Nem tartja magára nézve kötelezőnek. Na most ez miben mutatkozik meg a következő mesébe? Az is, azt tudnék, itt pontosan a baknak a meséje. A félig nyúzott bakkecske. Na most maga az, hogy félig nyúzott. Ez figyelmeztet arra, hogy ez már ilyenként kerül föl, mint ahogy a mesébe szerepel, így kerül föl az égbontra. Miért? Azért, mert ezt egy olyan jellel jelöljük a mai napig, és a történeti csillagkép atlaszokban, csillag vagy térképekben, ott eleve így is jelölődik, hogy csak a Bak szarvúnak nevezik, Capricornus, Bak szarvú, a felső teste tényleg bakkecske, de alul már, mintha egy hal, még azon belül is egy ilyen angolna-szerű, áthurpolja önmagát. Tehát itt a Bak és a halak közvetlenül együttműködik. Na most ezt pedig már úgy nevezzük, hogy vízöntő paradoxon. Tehát azt jelenti, hogy meg se tudja jeleníteni, de a csillagász is így jelenít meg, vagy a csillagász számon tartásában, pedig ő hát hogy mondjam csak, hát kézzel-lábbal tiltakozik a vízöntő paradoxon, mint jelenség ellen, ha egyáltalán eljut a tudatáig. És az asztrológus ugyanígy. És egyszer nem vesz észre, de hát ezt rajzolod le, amikor lerajzolod a jelét. A csillagász is, mint csillagtérképen is. Azt se tudod, hogy mit rajzolsz le. És hát az asztrologusnak meg hát köteles lenne észre, nem veszi észre. Neki ez nincs benne. Miben nincs benne? A tananyagban. Honnan vette a tananyagot? Nyugatról. Ja. Ott ennyit tudnak. Tehát csak hogy érthető legyen, abban a pillanatban elkezdek fölzárkóztatni, már pedig ez mánia. Fölzárkóztatni. Hát akkor ennyit fogsz kapni. Kész, ennyi. És akkor kit fogsz elsőnek kinyírni? Hát a saját honvitársadat, aki a saját néped bölcsességén keresztül próbálhatni rád. Na most megőrültél? Hát nagyon úgy néz ki, hogy igen. Na de hát, ilyen világban élünk. Na mindegy, tehát ő még nem tudja, hogy ezzel ő nem fog túlélni. Nem is imponál, mert azzal, hogy ő föl akar zárkozni, ezzel csak úgy kiköpnek, amikor kénytelenek egyáltalán szóba állni vele. Hát már nem képzeljük el, hogy tapsóval fogják fogadni. Na mindegy, ez most egy külön téma, de nem akarok belemenni. Tehát ez most a Baknak a kérdése. Na most viszont tudjuk, hogy a Bak hogy végzi a népmesében, mert ezt meg tudnunk kell. Tehát mert mi az ő taktikája? Hogy fog ő energiához jutni? Úgy, hogy az apát a két fiával, mert itt csak két fiú van, összeveszíti. Tehát a generációkat egymással ellen hangolja. Ma mi történik a világban? Na de hát kik űzik ezt? Mi az eszközt ismerjük? Média. És nem merjük kimondani, hogy és nem a média célzárók? Mert hogy nem szeretnek bennünket, ezt látjuk a sugárzott anyagaikban. És látjuk, hogy ez a domináns hangja. Az ő kezelésükben lévő, ő irányításukkal folyó média tevékenység az egyértelműen magyar ellenes hangolása.
De egyértelmű. Nem csak most, egyáltalán. Most felerősödött. Meg akkor erősítik fel, amikor akarják. De nem a mi érdekünkben, hanem az ő érdekünkben. És ez a két érdek úgy látszik, hogy nehezen egyeztetett. Én sajnos úgy látom, hogy nem egyeztetett. Tehát el kell tűrnünk őket, mert most ők hangolók a világban, de hát azért nem muszáj megtapsolni őket. Egy biztos, nem mi fogjuk őket, az biztos. Már lehet látni, hogy ha nem egymást, akkor soha. De egymást mi fogják. Na mindegy, ez már az ő belügyük. Akkor utolsónak nézzük, mert nagyon érdekes a... Most átugrottam a bizonytőt, az annyira érdekes, hogy ez külön, azzal most nem akarok foglalkozni, és egyáltalán nagyon szeretném, hogyha azt saját maguk próbálnak feldolgozni. Hát ez az igazmondó Bobby még az a polandjai. Nem könnyű egyébként. Na de utána jön az egyik legegyszerűbb, neklátszó, az a kiskakas gyémánt félkrajcárja. Ugye kakas keleti állatokban. Halaknak a megfelelője. Na most nagyon röviden, mert most már tényleg a végén vagyunk. Mit csinál ez a, nem a kiskakas maga, maga a történet. Mi történik benne? Mert ha én filmre viszem, ezt filmre lehetne vinni, ezt nagyon filmre lehetne vinni. Én meg is, ezt így bábjátékban feldolgoztuk annak idején, és a forgatókönyvet nagyon aktualizáltam annak idején. És meg is két helyen is előadták, kétféle földolgozásban. Tehát a lebonyolítás kétféle, és mind a kettő nagyon jó volt. Az egyik egy profi társulat volt, ez a Vojtina volt Debrecenben, a másik viszont egy óvónőkből, kezdte egy óvónőkből összeállt, nagyon jó kis társaság volt. Se, teljesen maguk csinálták a díszleteket, és a magukat, a bábukat is. Na most a lényeget, tehát a következő. Adva van egy főszereplő, ez most a kiskakas. Tehát ennek a kornak a, hogy mondjam, a tipikus mondhatnám, de ennél több, tehát a jellegzetes képviselője. Mit csinál? Ha megmondjuk, akkor megmondom, mit csinál ma egy jó szándékú, tájékozódni vágyó ember. Mit csinál? Szemétdombban turkál. Nem tudom, érthető. Mert annyit azért sejt, de csak sejt, hogy ebben az óriási szemétdombban, amit a média ránk zúdít naponta, valahol kell lenni valaminek, ami tényleges érték. De ez úgy aránylik a szemétdomb, olyan pontosabban az összességhez, amit ránk zúdít információ címen, úgy aránylik ahhoz az egy valamihez, ami egyáltalán értékes benne, most nem is azt mondom, hogy érdekes számomra, egyáltalán érték, mint a szemétdomb, a félkajcán. Ez olyan mértékben nekünk szóló kép, hogy elképesztő. Most amikor ebből bábjátékot csináltam, egyszerűen ledöbbent, hogy, hogy tud ennyire hozzánk szólni egy népmese, és hogy tudják ennyire nem megérteni. Hát minél inkább igyekszik napra készen informáltnak lenni, sőt most már percre készen, hát annál nagyobb szemétdombban turkál az egyetlen kis nyémánt félkrajcár után. Annál rosszabb arányban fogja megtalálni. Miért? Mert már az is, aki nem szeret bennünket, most ő a média Cézár, már eleve úgy adagolja, hogy ne lehessen jobb az arány, hanem ráterhel még olyan dolgokat, amiket már tud, hogy ezzel el lehet engem csábítani, honnan tudja. Mert megfigyeli az én okos telefonunk segítségével, hogy én mire bukok rá legjobban. És akkor azokat mind úgy szépen felsorolja mellesleg, minthogyha csak úgy oda kerülnének, hát végül is azért nézed ingyen, mert én ezekkel hirdetek, igen, és jó ügyeket, és mindegyik jó ügy, és persze mindegyiket nézd is végig. És akkor már ott van, hogy ott vagyok a szemétdomban nyakig, már fuldokolok benne. És hogy ez mennyire így van, hogy ha én mégis megtalálom, abban a pillanatban megjelenik a török szultán. Na ő ma az egyesített média és bank Cézár. Mert ez egy. Hogy ez most hány személy közvetlenül, nem személyeket üldözünk, hanem megtaláljuk, hogy igyekszünk megtalálni egy működés mechanizmusnak
a végső gombját, amit majd megnyomnak, amikor működtetni akarják. És az elég, hogyha egy gomb. Most már össze van kapcsolva, már régen össze van kapcsolva. Hogy az most itt is van, vagy ott is van, vagy mind a két félen van, amik most például úgy tesznek, mintha veszekednének ebben a bizonyos konfliktusban, nem lehet tudni, hogy nem egyetlen gombot nyomogatnak-e. Nem hiszem, hogy a bank vagy a média lényegileg más kezekben lenne az egyik félnél, mint a másik félnél. És ez lehet egyetlen kéz is. Ennyit erről. Annak idején, amikor nagyon úgy tűnt, hogy van egy keleti blokk, meg egy nyugati, hát azért már az ember a vége felé nagyon tudta, nincs két félne blokk. Itt összeröhögnek a hátunk mögött. És nagy összebékülés, jó, megegyeztünk, aztán utána megint marakodnak, hát ez most így is fog menni. Na, ennyit erről. Csak annyit, hogy most akkor érdemes megcsinálni ezt a 12 filmet? Hát én állítom, hogy érdemes. Most meg lehet? Most azért nagyon figyeljünk föl a változásokra. Ha én ezt egy hónappal ezelőtt mondom, azt kellett volna mondjam, és teljes, hogy mondjam, szívből, lélekből, nem lehetetlen. Olyan képviselője volt a magyar kultúrának, amire rá lehetett mondani, hogy tulajdonképp tényleg képviseli, hogy sikeresen és meddig tudja majd, az egy külön kérdés, de ezt ő is tudta, sőt, el is árulta. Hát eddig tartott. Na most ma már nem mondom, de már annak idején, még messze a választások előtt figyelmeztettem, hogy ami érték, arra tessék nagyon vigyázni, mert nagyon hideg szelek kezdenek fújdogálni. Hát most bejöttek. Nagyon, nagyon jónak hirdették magukat. El is fogadtuk, meg is tapsoltuk, és közben most látjuk, hogy hova tartozik az oktatás. Belügyhöz. Belügyhöz oktatás. Bocsánatot kérek. Elhárítandó lett? Hogy hol? Hogy? És aztán ugye ember nézi, hogy egészségügy hol van. Megint csak. Aztán nézi az ember, hogy egyáltalán ilyen, hogy magyar műveltség. Hogy mert az nem az oktatásban merül ki. Egyáltalán hol képviselődik? Egyáltalán képviselődik? Tehát akkor ez a kormányzat úgy gondolja, hogy ezt nem kell képviselni? Hát akkor meg köszönjük meg neki, és átvesszük tőle. Nem tudom, érthető. Akkor nekünk kell képviselni. Hát akkor tessék úgy is viselkedni. Tehát tudomásul venni, hogy nem képviselik a magyar műveltséget kormányzati szinten, tehát átadták nekünk. Megköszönjük, és képviseljük. Ennyit erről. Akkor nekem ez lenne a végszavam.